A kosárpálya átalakult az elmúlt hetekben, ugyanis egy betonelemgyártó gépet helyeztek el a pálya helyére. Tudtuk meg a szerda reggel tartott hivatalos bemutatón. A Dombóvár dolgozik programhoz kapcsolódóan a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási NKFT 44 millió forint támogatást nyert. Ebből vásárolták meg az eszközt. Az idei év április 1-jével indult a programunk, és jövő év február végéig tart. Ennek keretében 8000 négyzetméter járdát szeretnénk Dombóváron felújítani, 50%-ban teljesen új járdalapokkal, 50%-ban pedig a meglévő és még jó állapotú járdalapoknak a visszahelyezésével. Ehhez kaptunk támogatást, és ebből sikerült megvásárolni egy betonkeverőgépet, illetve egy járdalap készítő gépet, ami különböző típusú sablonokkal működtethető. A projekthez szükséges új gép eleinte 3 sablonelemet fog gyártani, azaz járdalapot, közúti és kerti szegélyelemet. Jelenleg a próbagyártás zajlik, ez körülbelül még egy hetes időtartamot vesz igénybe. Jelenleg folyik már a járda javítás, a Berzsény utcának a Szigetcsor felüli oldaláról elkezdtük a járdát javítani. Jelenleg még megvásárolt járdalapokat, illetve az ott lévő járdalapokat helyezzük vissza. A gyártás az körülbelül néhány hetet még igénybe fog venni, ameddig teljesen betanulják a kollégák a gépnek a működtetését, illetve a betonkeverési munkáknak, tehát a szükséges összetevőknek a pontos adagolását megtanulják. A kosarazni vágyók ezután a DVMS-e ifjúsági sporttelepre mehetnek, illetve 8 darab kosárpalánkot is felállítanak a város különböző pontjain.